Május 18-án szombaton reggel 8-tól délután 4-ig várják az otthon felhalmozott lomokat ide a Bercsényi gimnázium parkolójába. Az idei évben ez már a 9. kihelyezett hulladék udvar lesz Győrben. Ez is egy jó beállított hely, szerint a Bercsényi gimnázium előtt, hisz szintén hosszú évek óta jól megközelíthető, igazi tengelyében van a szigetnek, Újvárosnak egyaránt, a pinyédeknek is lehető, de persze Győrből jöhetnek bárhonnan, könnyen megközelíthető helyszín, a szolgáltató része is könnyen logisztikázható, és egy szombati délelőtre, kora délutára pedig nem okoz gondot kikapcsolni a forgalomból, és azt hiszem, hogy élni érdemes ezzel az eséllyel, hogy minden olyan lomot, hulladékot elhelyezzenek ide, akik a környéken ezeket nem tudják most máshogy megoldani, erre szól ez a nap. A kezdeményezés továbbra is rendkívül népszerű a győriek körében. Az idei 8 lezajlott kihelyezett hulladékudvart több mint 1000-en vették igénybe, és 50 tonnánál is több hulladékot sikerült összegyűjteni a szakembereknek. Azt látom, hogy egyre népszerűbb ez a lehetőség, hiszen egy olyan plusz szolgáltatást tudunk kínálni a győrieknek annak érdekében, hogy a feleslegessé vált, felhalmozódott szemetet lomot leadják, amely az elmúlt években már jól működött. És azt látom, hogy a legutóbbi hulladékudvarokba beszállított szemét mennyisége is növekedett az elmúlt évekhez képest. Én azt gondolom, hogy ez is azt bizonyítja, hogy valóban a győriek élnek ezzel a lehetőséggel. A hulladékudvar igénybevételéhez elég csupán egy magyarországi lakcímkártya. Ennek bemutatásával bárki elhelyezhet elektronikai, fém, papír, gumi, műanyag hulladékot, nyesedéket, építési törmeléket, csomagolóanyagokat, bútorokat, berendezési tárgyakat, kivéve a veszélyes hulladéknak számító anyagokat. Nagyon igyekszünk, hogy tudjuk emelni a kihelyezett hulladékudvaroknak a komfortját, ezért minden két településen 12-15 térmester munkatársal vagyunk ott. Ennek az a jelentősége, hogy aki rászánja az idejét és a jó szándékát, hogy elhozza akár az állandó, akár az ideiglenes hulladékudvarba az otthoni lomokat, hulladékokat, őnek elég egyszer megfogni ezt a szemetet otthon, amikor bepakol az autóba vagy az utánfutóra, mert a térmesterek a kihelyezett és állandó hulladékudvarokban viszont már lepakolnak, mérlegre teszik és elviszik a megfelelő konténerbe. A kihelyezett szelektív hulladékgyűjtés ezúttal is a rendőrség és a városrendészet kiemelt biztosítása mellett zajlik.